A bajnokság előtt alig, ha nem kevesen tippeltek volna arra, hogy 8 forduló után a miskolciak vezetik majd a keleti csoport tabelláját. A Drahos Gábor és Szögi Ádám személyében jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező játékosokat is felvonultató egyetemisták mindössze egy vereséget szenvedtek eddig, Tiszaújvárosban kaptak ki 2 ponttal. 3 másik idegenbeli meccsét megnyerte a MEAVC, amely hazai pályán még hibátlan ebben a szezonban. Ezt a sorozatot szeretnék megtörni a kék cápák, akik sikerélmények után utaznak Borsodba, mivel a legutóbbi 2 bajnokiukon, illetve a Baja elleni HEP Kupa mérkőzésen is győztek a nyíregyházi kosarasok. Minden győzelem nagyon sokat lendít egy csapat önbizalmán, és úgy gondolom, hogy a közötte lévő utánpótlás mérkőzések, illetve az egyetemi mérkőzések is ugyanezt a célt elérték, és azt hiszem, hogy megfelelő önbizalommal készül a csapat, de tudjuk azt, hogy nehéz mérkőzés vár ránk Miskolcon, hiszen azért mégiscsak listavezető ez a csapat, és a bajnokságban nagyon jól teljesített a Miskolc, és egy olyan pályán játszanak, ami nekünk egy picit idegen lesz, mi sokkal jobb körülmények között tudunk itt Nyíregyházán kosárlabdázni, akár az edzéseinken is, nemhogy a mérkőzéseinken, és hát ezzel ellen is fel kell készülnünk, de itt a játékosoknak fejben kell alapvetően túltenni magukat azon, hogy a körülmények ne zavarják meg őket. A nyíregyháziak csapatkapitánya Nagy Krisztián szerint, ha azt a játékot tudják nyújtani, amire képesek, elvehetik a MEAVC hazai veretlenségét. Úgy gondolom, hogy mi nagyon jó formában vagyunk. Ez a Miskolcról is elmondható, ezért nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Nekik mindenféleképpen előny, hogy ők játszanak hazai pályán, illetve minden idegenbeli meccs nagyon nehéz, de úgy gondolom, hogy ha kontrolláltan tudunk játszani, akkor megállhatjuk a helyünket és nyerhetünk Miskolcon. A 9. fordulóból 2 mérkőzést már lejátszottak, a Nagykőrös 94-88-ra verte a Hódmezővásárhelyt, a Debrecen pedig 93-67-re nyert a MAVC 2 otthonában. A Nyíregyháza Blue Sharks MEAVC találkozó mellett a további párosítása következő: Tiszaújváros Budapesti Honvéd, Eger Óbudai Kaszások és Salgótarján Békés.